Ó, egek, és most merre? Ne aggódj, Bertie, a természet majd irányít. Majd követjük azt a madárkát. Igen, már ha belegondolok, ez a legfestőibb ösvény. Gyere, Bertie! Ez nagyon mocsaras, uram, forduljunk vissza. Ugyan már, Bert, egy hős nem adja fel. Ha, figyelj! Ha, jön a hősies ugrása túloldalra! Közel volt. Igen, hát nem számoltam az izé, széllel vagy mivel. De nem is fúj, uram. Nem fontos, add a kezed. Pedig nincs menekvés. Mert ez a reménytelenség böfögő mocsara! Reménytelenség böfögő mocsara! Böfögő mi? Hát én így hívom. Köszönöm, kis béka, de egy herceg nem ismer reménytelenséget. Íme! Úgy tűnik, tényleg nincs menekvés. Megmondtam. Valamit azért csak tehetünk. Hogy megmenekülj a reménytelenség böfögő mocsarából! Szükséged lesz valakire, akinek természet feletti ereje van. Akár nekem. Ó, te jó ég, nem. Olyanra, aki valóban erős. Mondom, én. Nem a magad fajta. Mondjuk a kámzsás remete. Kámzsás, kicsoda? Sokféle neve van, csak suttogva hallani őket. Azt mondják, hatalmas ereje van, és sötét múlt kísérti. Mindenkit felfal, aki a barlangjában merészkedik. Tökéletes, Bertie! Hozd ide elém, nem késlekedünk. Hogy? Legyen úgy, uram. Azonnal ide küldöm, remélem. Pompás, mielőtt elmész, odaadnád nekem a répa tejet? Kis béka, meg te... Jaj, nekem! Elnézést, jó uram! Uram, én... Tolvaj! Tudom én, milyenek vagytok ti! Röpülj csak, tolvaj! Tudod, előbb süllyedsz el, mint hogy elérd a tejet. Ugyan már! Ha túl akarod élni a mocsarat, tedd pontosan azt, amit én. Értem, de te nem is csinálsz semmit. Pontosan. Ha mozogsz, csak gyorsan süllyedsz, de ha nyugton vagy, nem lesz bajod. Legyen így. Ettől a perctől kezdve Ivandó herceg egy izmát sem mozdítja. Nem, az orrom! Ennyi volt.